Eljött ez a nap is, nincs új áldozata a vírusnak itthon. Majdnem 3 hónapja volt ilyen. Több tízezer ember életét sikerült megmenteni, ehhez fegyelmezettség és összefogás kellett, mondta Orbán Viktor. Még nincs vége, ma is lehetnek heves zivatarok, főleg keleten csaphat le a vihar. Gyertyák és mécsesek búcsú a legendáktól, ezrek emlékeztek Kárpáti Györgyre és Benedek Tiborra. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Nincs új áldozata a koronavírus járványnak, majdnem 3 hónapot kellett erre várni. Március végén volt utoljára, hogy senki nem halt meg a fertőzés miatt. Attól kezdve folyamatosan emelkedett az áldozatok száma. Április közepén volt a legrosszabb a helyzet, akkor 17-en haltak meg egy nap alatt. Az elmúlt néhány hétben pedig már naponta 10-nél kevesebben vesztették életüket. A vírus még itt van és terjed, 2 új fertőzöttet találtak az elmúlt egy napban. Az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a veszélyhelyzet feloldásától függetlenül is fenn kell tartani a járványügyi készültséget. Az elmúlt 24 órában nem hunyt el egyetlen embertársunk sem koronavírus fertőzésben. Ez számomra a mai napnak a legnagyobb híre, és nagyon örülök neki. Csak nem 3 hónap után először nem hunyt el senki itthon a koronavírus járványban, jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, az elmúlt 24 órában mindössze 2 új beazonosított fertőzöttet regisztráltak, a gyógyultak száma pedig 17-tel nőtt. Bekövetkezett az első haláleset a koronavírus járványban. Az első magyar március 15-én vesztette életét a vírus miatt. A 75 éves férfit koronavírus fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállítottak a Délpesti Centrum Kórházba, ahol később meghalt. Amint ebből a sajnálatos esetből is nyilvánvaló, az egészségügyben dolgozók, orvosok, ápolónők, egészségügyi személyzet emberi életekért küzd. 2 elhunyt van ismételten, aki áldozatul esett. 5 nappal később, március 20-án 2 idős krónikus beteg hunyt el, ezzel pedig 3-ra nőtt a halálos áldozatok száma itthon. A járvány megjelenésének első 2 hetében még voltak olyan napok, amikor senki sem halt meg a vírus miatt. Március 28-a óta azonban minden reggel emelkedett az elhunytak számát rögzítő adat. Az elmúlt 24 órában is sajnos 17 honfitársunktól kellett búcsút vennünk. A koronavírus járvány legsötétebb napja április 19-e volt itthon. Ekkor haltak meg a legtöbben, egy nap alatt 17 életet követelt a vírus. Az elhunytak számában érdemi javulás május közepe óta tapasztalható. Egy hónapja már ugyanis stabilan 10 alatt van a halálesetek napi száma. Eddig összesen 568 ember életét követelte a járvány Magyarországon. Az áldozatok csaknem 2/3 Budapesten vesztette életét, és több mint 50, vagyis csaknem minden 10. haláleset a Pesti úti idős otthonhoz köthető. Sikeres volt a járvány elleni védekezés, több 10 000 ember életét sikerült megmenteni. Ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor kiemelte, hogy ennek a fegyelmezettség és az összefogás volt az alapja, és ez kell majd egy esetleges második hullám esetén is. Orbán Viktor beszélte a gazdaság újraindításáról és a tervezett EU-s helyreállítási alapról is. Utóbbit egy új munkacsoport koordinálja majd. Üljünk, hogy az első csatát megnyertük. A sikeres védekezés több 10 000 ember életét mentette meg, az első csatát megnyertük. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő hozzátette, ezt a sikert nem szabad leminősíteni. Tekintsük továbbra is egy nagy teljesítmények, mert mégis mi lehetne fontosabb annál, mint hogy az ember veszélybe került polgártársainak vagy honfitársainak megmentse az életét, ennél nagyobb tett alig ha van. De közben azért gondoljunk arra, hogy ennek a sikernek a előföltétele mégiscsak a fegyelmezettség, meg az összefogás volt. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar egészségügyi rendszer a járvány kezelésében jobban teljesített, mint a nyugat-európai. Hozzátette, hogy közben észnél kell lennünk, a veszély ugyanis még nem múlt el. Szerintem ne a kedvünket rontsuk le, hanem
ünnepeljünk, meg örüljünk, meg szabadság van, meg végre kinyíltak az ablakok, végre lehet élni, és közben legyünk készen arra, hogy miután nincsen vakcina, a vírus itt van közöttünk, ezért visszatérhet, és ha visszatér, akkor ne habozzunk majd meghozni a szükséges döntéseket. Orbán Viktor azt mondta, felkészültünk a következő időszakra is, az operatív törzs folytatja a munkát, az ellátáshoz szükséges eszközök a raktárban vannak. Miután a mi fejünkben időben szólalt meg a csengő, ezért mi egy katonainak mondható logika szerint fölépített gyakorlatban lényegében fölkészültünk egy tömeges fertőzésre, amit aztán sikerült megakadályoznunk, meg elkerülnünk, de ettől még a gyakorlat megtörtént. Tehát ha holnap az előzőnél is nagyobb erővel tör neki a járvány, akkor Pintér Sándor si jó magam pontosan tudjuk, hogy melyik polcról melyik dossziét kell levenni és kinyitni. Nyugat-Európában viszont nem ez a helyzet. A miniszterelnök azt mondta, a térképre ránézve megdöbbentő dolgot látni. Emberek halnak meg, mert nem tudják őket ellátni. A négy legnagyobb európai gazdaságból pedig három pénzügyi csőd felé rohan. Közben mégis a már megszűnt magyar rendkívüli jogrendet kritizálták nyugatról. Áldatlan állapotok vannak, bandaháborúk zajlanak, civilizált nyugat-európai országok gyönyörű szép kisvárosainak az utcáin, szóval ránézek azoknak az országaira, akik ide üzengetnek nekünk, hogy hogyan kell helyesen élni, meg jól kormányozni, jól működtetni a demokráciát, és nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar törvény miatt, Orbán Viktor úgy reagált, Nyugat-Európából és az amerikai baloldal részéről tapasztalható egy liberális imperializmus. Megpróbálják ugyanis a világlátásukat ráerőltetni a máshogy gondolkodásra, országokra, és nemzetközi bíróságok is gyakran részei ennek a hálózatnak. A miniszterelnök leszögezte, az átláthatóságnak 100%-ig érvényesülnie kell Magyarországon. A külföldről politikai célból küldött minden forintról minden magyar tudni fog. Aki nem rest külföldről pénzt elfogadni, az ne szégyelje, az bevallani. Ha nem szégyen a pénzt elfogadni, akkor nem szégyen azt nyilvánosságra hozni. Az új nemzeti konzultációról Orbán Viktor azt mondta, nem elég egyszer 4 évente közös álláspontot kialakítani, más időpontokban is demonstrálni kell a magyarok többségében azonos álláspontját. Most például a vírus esetleges második hullámával szembeni védekezés és a gazdaság újraindításának kérdésében indítottunk konzultációt, hogy legyen 10-12 olyan pont, amelyről nem vitatható, hogy aznak úgy kell lennie, hiszen egy nemzeti konzultáció erősítette meg. A tervezett EU-s helyreállítási alapról megismételte, a közös hitel szembe megy a magyar életösztönnel, de sok ország gyalázatos pénzügyi állapota miatt úgy tűnik, a felvétele elkerülhetetlen. Magyarország észszerűen tudja majd ezt felhasználni. Egy új munkacsoportot is felállítottak, amelynek az a dolga, hogyha az új európai gazdasági újraindítási terv megvalósul, akkor legyenek meg azok a programok, amelyeket ezzel finanszírozunk majd. Nekünk nem okoz nehézséget, a készprogramjaink megléte miatt nem okoz nehézséget, hogy egy nagyobb Európai Uniós összeget a nemzetgazdaság megerősítésre tudjunk fordítani. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Magyarország esetében a veszély persze nem nulla, de sokkal inkább lehetőség, mint veszély. De a kis ördög nem alszik, figyelni kell, mert másoknak nem sikerült az elmúlt években olyan hatékonyan gazdálkodni, mint Magyarországnak. A Lánchíd felújításáról Orbán Viktor azt mondta, 9 hónapja szerencsétlenkednek, toporognak az ügy körül azok, akiknek döntéseket kellene hozniuk. A pénzhiányra hivatkozást úgy kommentálta, a főváros számláján 180 milliárd forint van, tele vannak pénzzel, csak értelmesen fel kellene használni. Nemzeti egység alakult ki a koronavírus elleni küzdelemben Magyarországon, ezt mondta az emberi erőforrások minisztere az országos tisztifőorvossal tartott tájékoztatón. Kásler Miklós kijelentette, hogy a magyar nemzet felismerte a veszélyt és fegyelmezetten reagált a kihívásokra. Fegyelmezetten követte azokat az utasításokat, amiket javasoltak nekik. Magyarország próbatétel elé került, az egészségügyi rendszer is próbatétel elé került, ahol megmutatta mindenki az élet szemléletéből fakadó cselekvési készségét, a képességet is, meg a készséget is. Én úgy gondolom, hogy a magyar egészségügy döntő többsége kiválóan reagált.
A veszélyhelyzet megszűnésével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Éjféltől az uniós állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ezentúl Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából és Izlandról is szabad a belépés. A reptérforgalmán ez még nem látszik, várhatóan a következő hetekben indul be a légiforgalom. Folyamatosan érkeztek az utasok délelőtt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, bár a korábban megszokott nyüzsgésnek egyelőre nyoma sincs, napról napra többen fordulnak meg a terminálokon. A járatinformációs táblán is látszik, mostanra már szinte fél óránként száll fel vagy landol repülőgép Budapesten. A légitársaságok hétről hétre növelik a járatszámaikat, a korlátozások ezzel párhuzamosan egyre csökkennek. Ezek az utasok csütörtökön az elsők között térhettek úgy haza Magyarországra, hogy nem kerültek karanténba. Én rettenetesen boldog vagyok, mert nincs karantén, és Eindhovenből jöttem, és 3 nappal ezelőtt még volt. Úgyhogy hát ez azért sokat számít az embernek az elkövetkezendő két hetet nem karanténba tölteni. A határnyitásoknak mindenki örül. Volt, aki a reptéren tudta meg, hogy hazaérkezése után nem kell hetekre bezárkóznia otthonába. Nagyon örülök, mert úgy volt, hogy ugye otthon kell lennem, és intéznem kellett volna bizonyos dolgokat, és akkor így valakit meg kellett volna kérnem, hogy intézkedjen helyettem, de így most mindent el tudok intézni. Nagy ölelés és puszi, ezek is visszatértek a váróba. Igaz, még csak maszkot és kesztyűt viselve köszöntik így egymást a családtagok. Mások már alig várták, hogy repülőre ülhessenek és szabadon utazzanak külföldre. Németországba utazom, és hát nagyon örülök neki végül is, mert unokám született, már most 2 hónapos, és alig győztem várni, hogy eljön az idő, hogy én is utazhassak karantén nélkül. A külgazdasági és külügyminiszter szerda éjszaka közösségi oldalán jelentette be, hogy mostantól az uniós állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ez vonatkozik a Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából és Izlandról érkezőkre is. Szijjártó Péter közölte, a magyar állampolgárok pedig mentesülnek a karantén kötelezettség alól, ha ugyanezekből az országokból térnek haza. Bár a korlátozások enyhültek, továbbra sem a régi schengeni szabályok álltak vissza. Erről már a reptér kommunikációs igazgatója beszélt, aki elmondta, útlevél ellenőrzésre továbbra is számítani kell. Meg kell nézni, hogy a szabályok vonatkoznak rá, Európai Uniós vagy magyar állampolgára. Magyarul mindenkinek belépéskor az útlevelét ellenőrzik. A lázmérés pedig az új szabállyal csak azokra vonatkozik, akik nem tartoznak ezen kivételek alá. A reptér forgalma áprilisban szinte teljesen megszűnt. Az enyhítésekkel arra számítanak, jelentősen növekszik majd az utasszám. Mindenkitől azt kérik, kísérő nélkül és lehetőleg maszkban érkezzen, és az utasok tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot. 15 milliárd forintból épít új üzemet 60-ban a Lipóti Pékség. A tervek szerint a jövő nyárra elkészülő Magyarország legnagyobb sütőipari üzemében naponta több mint 1 millió terméket gyártanak majd. A fejlesztést a nagyvállalati beruházási támogatási programnak köszönhetően csaknem 7 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítik. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormánya a magyar gazdaság jövőjét a sikeres vállalatokra és vállalkozásokra építi majd. Most, amikor kétségkívül nehéz a helyzet, és amikor egy picit befékezett a magyar gazdaság, a világjárvány gazdasági hatásaiként, és ez nyilván érinti a munkavállalókat, a munkaadókat, a vállalatainkat is, éppen ilyen fejlesztésekre van szükség. Ezek fogják ugyanis ezen a holtponton keresztül lendíteni a magyar gazdaságot. Újabb cégek kaptak támogatást a versenyképesség növelő programban. Az okiratok átadásán a külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy a sikeres egészségügyi védekezés után a gazdasági védekezés időszakában lép át az ország. Azt is hangsúlyozta Szijjártó Péter, hogy egy teljesen új világgazdasági környezet jön létre, ahol új verseny indul. Ebben kell Magyarországnak és a magyar vállalatoknak helyt állniuk. Munkahelyek akkor lesznek, hogyha lesznek olyan vállalatok, amelyek képesek megvédeni a munkahelyeket, és képesek új munkahelyeket létrehozni. Ezért is koncentráljuk a kormányzati támogatásokat azon vállalatok számára, amely vállalatok beruházásokat hajtanak végre, hiszen aki most fejleszt, az nagyon nagy szolgálatot tesz az egész magyar nemzetnek.
Világszerte egyre több ország jelent be könnyítéseket a járványhelyzet javulásával. Japánban mostantól megszűnt a belföldi utazási tilalom, és a kormány tárgyal a nemzetközi turizmus újraindításáról is. Szingapúrban mától feloldották a legtöbb korlátozást. Kinyitottak a boltok, az éttermek, igaz egyelőre legfeljebb 7 fős rendezvényeket lehet tartani. Egyiptomban már a külföldi turisták érkezését készítik elő a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyeken. Az amerikai kontinensen azonban még csak óvatos lépéseket tesznek a nyitás felé. Több ország jelenleg is küzd a járvánnyal. Hosszú sorban álltak a vásárlók péntek reggel az egyik népszerű üzletláncboltja előtt Kawasakiban. Az emberek szabályosan megrohamozták a céget, míg a vállalat webáruháza is összeomlott. Az érdeklődés a Japánban népszerű divatmárka legújabb termékének, egy mosható, jól szellőző anyagból készült szájmaszknak szólt. A vállalat tökéletes időzítéssel dobta piacra a maszkot. A japán kormány éppen az előző délután jelentette be az utazási korlátozások jelentős enyhítését. Ennek értelmében mostantól szabadon lehet közlekedni a prefektúrák között. A miniszterelnök azt is közölte, a kabinet döntése értelmében folytatják az óvatos nyitást a nemzetközi utasforgalom előtt is. Úgy döntöttünk, hogy megkezdjük az utazás feltételeinek megteremtését 4 jelenleg korlátozás alatt álló országgal szemben, amelyek sikeresen fékezték meg a járványt. Rövidesen egyeztetéseket folytatunk Vietnámmal, Tajfölddel, Ausztráliával és Új-Zélanddal, jelentette ki Abe Shinzo, hozzátéve mostantól a gazdaság újraindítása, a munkahelyek megmentése az elsődleges feladat. Egymás után érkeznek a vendégek a gyorséttermekbe, ebben a szingapúri bevásárlóközpontban is. A dél-kelet-ázsiai városállamban 3 hónap szünet után pénteken megnyitottak az üzletközpontok, az éttermek és a parkok. Nagyon rég vártam már erre, hónapok óta. Nagyon jó újra nyilvános helyen enni a barátaimmal, még ha néhány szabályt be is kell tartani, mondta egy férfi. A hatóságok egyelőre legfeljebb 5 fős társaságok összegyűlését engedélyezik. A színházak, mozik megnyitására és a tömegrendezvények engedélyezésére még várni kell. Még csak néhány vendégnyaral a máskor zsúfolásig telt hurgadai szállodákban. Egyiptom azonban már teljes erővel a júliusi határnyitásra készül. A kairói kormány alig 2 hét múlva már a népszerű tengerparti üdülőhelyeken akarja fogadni a turistákat. Folyamatosan érkeznek a vendégek ehhez az utcai büféhez Kubában. Az emberek élvezik, hogy 3 hónap után végre szabadon járhatnak az utcán. A kormány csütörtökön megkezdte a korlátozások enyhítését 13 olyan tartományban, ahol hetek óta nem jelentettek koronavírusos esetet. A turisták fogadására készül Peru leghíresebb látványossága a Machu Picchu is. A limai kormány július 1-től szeretné újraindítani az idegenforgalmat az egykori Inka birodalom egyik legjelentősebb emlékének számító romvárosban. A hatóságok egyelőre kizárólag belföldi turistákkal számolnak. Peruban ugyanis még javában tombol a koronavírus járvány. A fertőzések száma a napokban meghaladta a 240 ezret. Sok országban még nem érte el csúcspontját a koronavírus járvány. Különösen Latin-Amerikában rossz a helyzet, ahol az egészségügy nem mindenhol volt felkészülve a tömeges megbetegedésekre. Az ázsiai országok közül Indiában nő a leggyorsabban a fertőzöttek száma, Kínában pedig a járvány második hullámától tartanak. Szinte csak a fertőtlenítést végző csapatok járják Peking utcáit. A kínai fővárosban ismét szigorítottak a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedéseken, miután egy piacról kiindulva ismét terjedni kezdett a fertőzés. Az érintett környéket azonnal karantén alá helyezték, a várost pedig csak engedéllyel lehet elhagyni. Bár az autós közlekedést nem korlátozzák, a vasútállomásokat és a reptereket lezárták. Elég kellemetlen az új helyzet. Mi eredetileg egy másik állomásról indultunk volna, ott azonban negatív teszt eredményt kértek. Ráadásul a jegyeinket nem tudták áttenni másik időpontra. Ahhoz, hogy átfoglaljuk a jegyeket, el kellett jönnünk a központi pályaudvarhoz. Megcsináltatjuk a tesztet és utána utazhatunk, mesélte egy pekingi férfi. A piachoz köthetően már csak 200 fertőzöttet találtak a pekingi hatóságok. Úgy vélik, hogy a vírust külföldről hurcolták be, ezért a helyszínen vett minták eredményeit nemzetközi kutatókkal is megosztották, így könnyebben meghatározhatják a kórokozó forrását. A szomszédos Indiában is egyre rosszabb a helyzet. Naponta több mint 10 000-en nő a fertőzöttek száma, miközben a járvány még nem ért el a csúcspontját.
ezért Új-Delhiben a világ legnagyobb ideiglenes kórházát állítják fel. A 10 000 beteg befogadására alkalmas intézményben csak koronavírussal fertőzött embereket kezelnek majd. A járvány a latin-amerikai országokban tombol a leghevesebben. Mexikóvárosban például annyira tele vannak a kórházak, hogy a Forma 1-es pályán állították fel a katonai kórházat. Chilében már több mint 225 000 fertőzöttek meg, a betegek száma pedig az óvintézkedések ellenére is folyamatosan nő. Ezért a hatóságok szigorúbb szabályokat vezettek be. Santiagóban például már csak hetente 2-szer hagyhatják el otthonaikat a helyiek a korábbi 5 alkalom helyett. A chilei főváros lakóit pedig a rendőrség mellett a katonaság is ellenőrzi. Aki megszegi a karantént, az 4 millió forintnak megfelelő bírságot, vagy akár 5 év börtönt is kaphat. A térségben továbbra is Brazília a legfertőzöttebb ország, ahol a betegek száma lassan megközelíti az 1 milliót. Bár a halálos áldozatok egy részét nem koronavírusos betegként regisztrálják, a hivatalos információk szerint így is már majdnem 50 000 haltak meg a járványban. Díjnyertes magyar innováció segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját mostantól. A magyar cég olyan mobil alkalmazást hozott létre, amely a sorban állást segíti, például vásárláskor vagy a fesztiválokon. A cég most a Vöröskeresztnek is felajánlotta a fejlesztést, véradásoknál és első segélyvizsgáknál lehet rendkívül hasznos. Leolvastam a fotóval, a kamerával, kaptunk egy SMS-t. A jogosítványhoz szükséges elsősegélyvizsgára érkezett ez a fiatal lány. A sorbanállás elkerüléséért SMS-ben értesítik a várakozókat, hogy mikor mehetnek be. Nem ismeretlen a módszer a fiataloknak, több helyen is találkozhattak már vele. Mi már ismertük ezt a rendszert, mert van egy fodrászszalon, ugyanígy használják, és mi már többször alkalmaztuk, úgyhogy teljesen zöggenőmentesen egy ilyen QR-kóddal leolvastuk, és egyből bekerültünk a sorra. Sziget Fesztiválon a pult előtti várakozási időt lehetett megspórolni a rendszerrel. A magyar fejlesztést nem csak itthon, hanem külföldön is használják. Szerintem nagyon hasznos, mert helyette koncertet tudtunk venni, és akkor így nem kellett 2 órát követni. A magyar startup cég idén ezzel a fejlesztéssel egy nemzetközi díjat is nyert, ugyanis a módszer a koronavírus elleni küzdelemben is használható. Valójában mit teszünk? Lerövidítjük a szükséges és elégséges mértékre azt az időt, amit az embereknek egy adott helyszínen kell tölteni az ügyfélszolgálati ügyintézéssel, vagy bármifajta ügyintézéssel, ami lehet egy véradás, vagy lehet egy vizsgáztatás is, és hogyha ezt mi a Liniszti tényleg képes megcsinálni, akkor lehet, hogy jó a koronavírus elleni küzdelemben is. Bejelentkeztünk az EU versus Various Hackathonra, és nagy örömünkre meg is nyertük az üzletfolytonossági kategóriát. A cég most a Magyar Vöröskeresztnek ajánlotta fel ingyenes használatra a digitális fejlesztést. Így az újrainduló elsősegélyvizsgákra mindenki percre pontosan tudja, hogy mikor érkezzen. Közúti elsősegélynyújtás, vizsgáztatás körülményeit biztonságossá kívántuk tenni, és úgy indítottuk el újra a vizsgákat, hogy erre alkalmasak legyenek maga a vizsga módszertana, illetve már az előkészítés is. Nagyon fontos volt az is, hogy ennek digitális fejlesztését is megoldjuk. A járvány időszakában nemzetközi szinten több hazai startup vállalkozás kapott elismerést, amiért munkájukkal a koronavírus megfékezését segítették. Ezek a fejlesztések pedig nem csak a vírus ideje alatt lehetnek hasznosak és szükségesek. Nem csak a járvány kezelés és a járványhelyzetnek a kezelésében van nagy jelentősége egy ilyen innovációnak, hanem általában azt mondhatjuk, hogy az életünket meg tudják könnyíteni ezek az ötletek és ezek az alkalmazások, hiszen egy ilyen digitális sorbanállás, mint az életünket támogató eszköz épp úgy fontos lehet egy hivatalban, egy üzletben. A digitális sorszámhúzót használja majd a Magyar Vöröskereszt a nyári véradási időszakban is, így az egy helyen való felesleges várakozás is elkerülhető lesz. 2021-re csaknem 30 milliárd forintból megújul a Zánkai és a Fonyódligeti Erzsébet tábor. Az a cél, hogy a gyerekek 21. századi körülmények között táborozhassanak. Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány azt szeretné, hogy anyagi helyzettől függetlenül minél több gyermek kikapcsolódhasson és eljuthasson a Balatonhoz. Az Erzsébet táborral egy olyan vállalkozásba fogtunk, amikor azt vállaltuk, hogy a gyermekek
eljuthatnak a Balaton partjára, és anyagi helyzettől függetlenül, akár a legszegényebb családokból is megtapasztalhatják azt, hogy milyen egy élményekkel teli hetet eltölteni itt a magyar tenger partján. Beteges hazudozó a baloldali Kamu videó főszereplője, akit az MSZP-s Koros Lajos mentősként mutatott be az országnak. Ezt az álmentős nő saját lánya mondta róla a Hír TV-nek. Azt is elmondta róla, hogy többször is elítélték már, egyebek mellett például kuruzslásért. És az sem igaz, hogy képesített mentőápoló lenne. A lánya azt mondta, hogy betegápolást azért szokott vállalni, mert gyógyszerfüggő, és így akart nyugtatókhoz jutni. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt, hospice ellátásban segítkezik. Kuruzslás miatt 2018-ban jogerősen elítélték a baloldali Kamu videó főszereplőjét, akit Koros Lajos szólaltatott meg a kórház kiürítések kapcsán. Németh Attila híradónknak azt állította, a bíróság azért ítélte el 2 éve, mert egy betegnek injekciót adott be. Odaadják a betegnek az injekciót, hazaküldik, és oldja meg, az mindig úgy van, a véralvadásgátló. És emiatt ítélték el? Igen. Az álmentős nőről csütörtökön újabb részletek derültek ki, amit a Hír TV közölt. Az interjúban a baloldali Kamu videóban szereplő Németh Attila lánya nyilatkozik. Az én elhunyt édesapámra próbálja úgymond ezt a felelősséget áthárítani. A neve elhallgatását kérő asszony úgy fogalmaz, anyja elhunyt édesapja nevét akarja bemocskolni hazudozásaival, amit nem hagyhat. A kamerának megmutatta azt a születési anyakönyvi kivonatot, amely azt igazolja, hogy az anyja igazi neve valójában nem is Németh Attila, hanem Németh Gertrud Atténé. Az álmentőst már gyermekkorában vizsgálták beteges hazudozásai miatt, hangzik el az interjúban. A nagybátyám, aki az ő ikertestvére, amikor én 14 éves voltam, akkor ő elmesélte nekem azt, hogy az anyámnál kimutattak gyermekkorában egy olyan beteges hazudozást, de ugye ez nyilván, hogy ennek van valamilyen, biztos, hogy van egy szakkifejezése, egy ilyen jellegű pszichés megbetegedés, amire azt mondták az orvosok, hogy akkor erőre haladtával csak rosszabbodni fog. A baloldal Kamu videójában állítottakkal ellentétben a nő soha nem volt mentőtiszt. 8 általános iskolai végzettsége van. Az is hazugság, hogy a baloldal álmentőse Németországban szerzett szakmai képesítést. A nő elmondása szerint anyja gyógyszerfüggő, beteggondozást pedig azért vállalt, hogy így jusson nyugtatóhoz. A 90-es években pedig sikkasztásért is elítélték. Úgy emlékszem rá, hogy többet magával végállomáson lévő bódékat adtak el a BKV-nak a tulajdonából, és ennek az összegét sikkasztották el. És azt hiszem, hogy ott ötödrendű vádlott volt, tehát hogy ottan voltak ebben az ügyben. Németh Attila lányának van egy testvére, édesanyja azonban azt is állította, hogy mindössze 1 gyermeke volt, aki 12 éves korában autóbaleset következtében a karjai közt halt meg. A nő a Hír TV-nek azt mondta, szerinte orvosi segítségre lenne szüksége az anyjának. Valóságként kezeli azokat az állításokat, amikkel ő él, és mivel ezt olyan szinten éli meg, hogy hiába mondjuk neki meg azt, hogy ez nem igaz, ő ezzel nem tud szembesülni. Németh Attiláról nem sokkal a Kamu videó megjelenése után derült ki, hogy nem dolgozott mentősként sem az országos mentőszolgálatnál, sem betegszállító cégeknél, sőt a szamaritánus mentőszolgálatnál sem. Legutóbb, amikor azt állította, hogy az AMS, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mentéséért felelős szolgáltató foglalkoztatta feketén, a cég jó hírének védelme érdekében feljelentette a baloldal álmentősét. Ma is folytatódik a viharos időjárás itthon. Az előrejelzés szerint főként keleten várható felhőszakadás és heves zivatarok. Az elmúlt napokban országszerte komoly károkat okozott a vihar, van, ahol még most is takarítanak. Zebegénél szerdán omlott a vasúti töltésre és a sínekre szikla darabok. Ott van tudósítónk Cserei Judit, hozzákapcsolunk most. Hol tart most a helyreállítás, Judit?
Szervusz, itt vagyunk Nagymaros és Zebegény között, megint csak az egyik legkritikusabb részen, ahol ugye a sárlavina betört ide az úteste szerdán. Lehet is látni, hogy még most is gőzerővel dolgoznak egyébként a Magyar Közútnak a munkásai, a vízátereszeket próbálják meg még mindig a rengeteg iszaptól megtakarítani, illetve útburkolat tisztítást végeznek, és hát az árkokat is próbálják takarítani. A MÁV szakembereivel is találkoztunk, úgy láttuk, hogy drónfelvételeket készítettek a töltés. Információink szerint majd az lesz a terv, hogy itt a rézsüt, amit épp mutat a kollégám, egy ugye hosszabb szakaszon meg kell majd erősíteni, hiszen jól látszik, ugye, hogy a töltés az több helyen is beomlott. Még mindig itt vannak egyébként a törmelékek, mint egy 70 méteren a vasúti pályákon, és azok a hatalmas szikladarabok is itt vannak még, amelyről már beszámoltunk, hogy ugye 500 és 1000 kilogrammosak is. Egyébként a MÁV már a délutánra ígért egy ütemtervet, de még mindenki a szakértőknek a véleményére vár. Ugye ezután fog elkészülni az az ütemterv, amely majd a helyreállítási munkálatokat fogja tartalmazni. Azt is tudjuk, hogy egy kilométeres szakaszon a vasúti pályákon van sár és törmelék mindenhol, és ahogy már említettem, 70 méteren pedig a vágányok alatt komolyan megkárosodott több ponton is maga a töltés. Úgyhogy a vasúti pályákkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a helyreállítási munkálatok hetekig el fognak tartani. Itt a főút mentén a cél az lenne, hogy a félpályát minél hamarabb meg lehessen nyitni a közlekedők előtt, de amíg ezt a szakértők nem fogják biztonságosnak tartani, addig biztosan marad az út lezárás. Egyelőre úgy tudjuk, hogy csak a megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművek, tehát a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és a katasztrófavédelem használhatja Nagymaros és Zebegény között ezt az útszakaszt. Cselei Juditnak köszönjük szépen! Közúti igazoltatás közben lőttek meg két rendőrt az új-zélandi Aucklandben. Egyikük meghalt, társát súlyos sérülésekkel ápolják a kórházban. A tettes elmenekült, de a hatóságok később elfogtak két gyanúsítottat. A kihallgatás részleteiről egyelőre nem számoltak be. A Szigetországban ritkán fordul elő ilyen eset, a közterületen intézkedő rendőrök nem is hordanak maguknál fegyvert. Gépfegyveres rendőr őrködik egy útkereszteződésnél az új-zélandi Aucklandben. Ritka látvány ez a Szigetországban, ahol a közterületeken intézkedő egyenruhások a rendőrautó csomagtartójában tárolják szolgálati fegyverüket. Fegyvertelen volt az a két rendőr is, akikre péntek délelőtt egy közúti ellenőrzés miatt megállított jármű sofőrje nyitott tüzet. Ahogy közeledtek az autóhoz, kiszállt egy férfi, és egy hosszú csövű fegyverből több lövést is leadott a rendőrökre. Egyikük meghalt. Társát súlyos sérülésekkel ápolják, állapota stabil. Egy járókelő is megsérült, kórházba vitték. A támadó ezután beült egy másik autóba, és elmenekült. Számolt be a történtekről az új-zélandi rendőrfőkapitány. A hatóságok azonnal bezáratták a környékbeli iskolákat, és megkérték az embereket, hogy egy ideig ne menjenek az utcára. Több mint 4 órás hajtóvadászat után egy külvárosi házban letartóztattak két embert, és lefoglaltak egy lőfegyvert. A rendőrség gyanúsítottként hallgatja ki őket, részleteket nem árultak el. Új-Zélandon ritka, hogy egy rendőr szolgálat teljesítése közben hal meg. Az elmúlt 20 évben mindössze 4 ilyen eset volt, legutóbb 2009-ben lőttek agyon egy rendőrt házkutatás közben. Az országban nemrég nyílt vita zajlott a rendőrök fegyverviseléséről. A főkapitány nemrég közölte, hogy fél éves kísérleti szolgálat után feloszlatják a fegyveres járőregységet, mivel növeli a feszültséget a társadalomban. Katonai tiszteletadás mellett eltemették azt a 20 indiai katonát, akik a hét elején vesztették életüket a kínai határőrökkel történt összecsapásban. Az incidens a Himalájában egy vitatott határszakasz kínai oldalán történt. Indiában egymást érik a tüntetések, a demonstrálók a hadsereg válaszlépését várják. A két atomhatalom vezetése a diplomáciai megoldás fontosságát hangsúlyozza. A pekingi külügyminisztérium azonban arról számolt be, hogy Új-Delhi közben egyre több katonát csoportosít át a vitatott kasmíri terület közelébe. 13 ember meghalt, többen eltűntek egy özönvízszerű esőzés okozta földcsuszamlásban Elefántcsontparton. A nyugat-afrikai ország legnagyobb városában, Abidjan külső negyedeiben 20 lakó épületet sodort magával az omlás. A helyi hatóságok szerint az iszappal borított romok között további áldozatok lehetnek.
A környéken viszonylag sűrűn fordulnak elő földcsuszamlások az áprilistól októberig tartó esős évszakban. A helyiek attól tartanak, hogy a nagy mennyiségű csapadék a tömeges megélhetést biztosító kakaóbab termést is tönkreteheti. Az egy évvel égett párizsi Notre-Dame székesegyház alaprajzának életnagyságú másolatát készítették el a történelmi magyar-lengyel határ közelében fekvő Szepesi vár alsó udvarán. Az UNESCO világörökségbe tartozó vár Szlovákia egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja, de a járványügyi korlátozások miatt itt is a felére csökkent a turisták száma. Ezért ezzel az attrakcióval is próbálják még vonzóbbá tenni a látogatók körében. Matús Lányi készítette el az egyedi alkotást. A Notre-Dame székesegyház valósághű alaprajzának másolatához 7,5 kilométernyi műanyag rugalmas szalagot és több mint 600 fabotot használt fel a szepesváraljai képzőművész. Szakrális és világi épületekkel dolgozom, összehasonlítom, átfedéseket keresek az épített örökségek között. Ennek a rajznak 6000 négyzetméteres alapterülete van, a székesegyház 128x48 méteres méreteihez igazodik. Az alkotás 1:1 arányban készült. A vár alsó udvarára minden gond nélkül elfért ez az alaprajz, mivel ez egy több mint 22000 négyzetméteres terület, mondja a képzőművész. A szepesség legértékesebb műemléke. Emlékeként számon tartott Vármúzeum látogatottsága jelentősen megcsappant a járványügyi korlátozások miatt. Nagyon hiányoznak a gyerekek, az iskolai csoportok kirándulásai. Az előző szezonokban is mindig úgy számoltunk, hogy a turisták fele külföldi vendég, a másik fele belföldi. Ez most nagyon látszik a számokon. Hétvégén 50%-os visszaesést tapasztalunk. Nagyon hiányoznak a külföldi turisták, tehát ha Európában újraindul a turizmus, akkor valószínűleg a várlátogatottsága is nagyobb lesz, mondja a Vármúzeum igazgatóhelyettese. A látványos képzőművészeti installáció a hétvégéig látható Közép-Európa legnagyobb várának alsó udvarán. A nyári hétvégéken kisebb tematikus zenés és színházi programokkal is készülnek a Vármúzeum munkatársai, hogy még attraktívabbá tegyék azt a turisták számára. Eddig tartott a Híradó délben, további híreket találnak a hiradó.hu oldalon. Most jönnek a sporthírek a Nemzeti Sporthíradóval, maradjanak velünk!